polgármesternek van egy jogosítványa, hogyha úgy érzi, hogy egy döntés a városi érdeket sérti, vagy nehezen végrehajtható, finoman szólva is, vagy végrehajthatatlan tulajdonképpen, akkor újra tárgyaltathatja a közgyűlése. Most a két napi rendi pont keretében az elsőnél, ahol kettőt összemondtunk, ez történt tulajdonképpen. Az egyik az a klímavészhelyzetnek a kihirdetése, amit nem tudunk, hogy micsoda. Tulajdonképpen nem lett meghatározva, nem lett definiálva, és ugye a város nagyon sokat tett a klímavédelem érdekében, és ez a fajta előterjesztés, amelyet Budapesten készítettek, hiszen a Budapest Fővárosi Közgyűlésen ugyanezen a címmel szerepelt egyébként egy előterjesztés, ez nem veszi figyelembe a város eddigi cselekvéseit tette. Itt valamennyi beruházásunk, napelemeket használunk, tehát nem akarom ezeket a tényezőket sorolni, illetve ugye nagyon fontos az, hogy mit akarnak ebben a klímavészhelyzetben tenni a többségi frakciónak a tagjai. Ugye itt keringenek szóbeszédek a városban arról, hogy milyen zónák lesznek, milyen autók lesznek honnan kitiltva, hát én azt gondolom, hogy nem szerencsés csak úgy bele kiabálni az éterbe egy vészhelyzetet, egyfajta pánikot kelteni tulajdonképpen, aminek nincsen egyrészt alapja, hiszen a szexárnak a levegő tisztaságával soha nem volt gond. Nem nagyon találkozunk olyan, sőt nem találkozunk olyan, amikor kiemelik a város, hogy itt rossz a levegő minősége, tehát mi tényleg mindent megteszünk, hiszen pontosan tudjuk, hogy a szőlők, kemenci erdő, a természeti környezetünk érdekében milyen lépéseket kell tennünk, és én azt gondolom, hogy ez a fajta előterjesztés úgy tett, mintha nulláról indulnánk. Ezért újra tárgyaltattam. A közgyűlés többsége úgy döntött, hogy nem kíván változtatni a múltkori döntésén és határozatán. Tehát itt szakbizottságokra hivatkozunk, nincs SMS például, nem tudjuk, hogy milyen bizottsághoz fog ez pontosan tartozni, és mit fog majd tenni ennek érdekében. És ami nagyon fontos, vagy legalább ennyire fontos, hogy milyen költségvetési forrásból fogja majd az intézkedéseket finanszírozni és megvalósítani, ezért kértem ennek az újratárgyalását. A másik pedig az antikorrupciós csomag volt és az átláthatóság biztosítása. Szekszárváros önkormányzata az elmúlt években, úgy ahogy jelenleg is, mindent megtett annak érdekében, hogy a törvényi előírások és saját szabályzatai alapján biztosítsa bárki számára az átláthatóságot, tehát a különböző anyagoknak az elérhetőségeit, a közülések nyilvánosságát. Ezt most szintén egy Budapesten készült előterjesztésre hivatkozva szeretné a többségi frakció egy kicsit még szigorúbbá tenni. Ennek a végrehajtása is komoly gondokat és kérdéseket vet fel, és ennek a finanszírozása is komoly kérdéseket vet fel. Ezért kértem, hogy tárgyaljuk újra. Ezzel kapcsolatban is a 8 fő, akiről elmondtam az elmúlt közülési alkalomból, hogy nélkülük jó döntés, rossz döntés, tehát egyáltalán döntés itt a városban nem történhet meg, hiszen 15 tagú közülésben ők abszolút többséget adnak és biztosítanak. Ők most úgy döntöttek, hogy ezt a bizonyos nyilvánosság biztosítását hagyják az eredeti előterjesztés szerint. Viszont azt is fontosnak tartom, hogy a transzparencia az minden képviselőre vonatkozik, és a többségi frakcióra különösen vonatkozik, hiszen nem lehet azt megtenni, hogy nem nyilatkozunk a sajtónak mondjuk egy közülés után, hiszen a szekszárdiak azért választották meg őket, a város felel rájuk szavazott, hogy elmondják, hogy mire gondolnak a város jövője és város működtetése szempontjából, és ezt a véleményüket meg is osszák a közvéleménnyel. Tehát a transzparencia azt is jelenti, hogy fölvállalom a véleményet, adom az arcomat, és elmondom, hogy mit gondolok Szekszár jelenéről, jövőről és a működtetéséről, valamint a fejlesztéseiről. A harmadik téma pedig a szociális tűzifa volt, ami szintén egy nem új téma, hiszen már többször is tárgyaltuk. Ugye 3 éve szerepel a szociális rendeletünkben ennek a szabályozása. Így most idén 177 család igényet regisztrálni kell természetesen, hiszen annyi fát szerzünk be, ahány jogos regisztráció érkezik. Szeptember 30-áig kell beadni a regisztrációt, és akkor a pályázat sikeres lebonyolítását követően az önkormányzat elkezdi a fát kiszállítani. Hát most a választások miatt azért 2 hónap csúszásban vagyunk, ezért egy kicsit, és a múlt hét csütörtökhöz képest még plusz 4 napot csúsztunk, úgyhogy most szeretnénk felgyorsítani a folyamatot, hogy minél előbb megkapják a rászoruló családok. Ennek a felelőssége is nagyon fontos, hiszen egy 4 nap, most szerencsére nincs annyira hideg, de egy hidegebb téli időjárásban nagyon sokat számít, tehát nem lehet szórakozni azzal, hogy 4 nappal később jövünk csak el, és 4 nappal később tartunk meg egy közgyűlés. A Fidesz frakció 6 taggal, és én itt voltam az elmúlt alkalommal csütörtökön, ha csak egy fő eljött volna a többségi frakcióban, már megszületett a döntés a múlt héten, és akkor 4 nappal korábban megkapják a tűzifát a rászorulók.